nem tervezünk hosszabbítást. 2019. december 31-ig van ez az adókedvezmény. Arra biztatok mindenkit, hogy ha tudja, akkor eddig az időpontig vegye igénybe ezt az adókedvezményt. Ezt még júliusban mondta Varga Mihály az Inforádió Aréna című műsorában az 5%-os lakásáfa hosszabbításával kapcsolatban. A pénzügyminiszter bejelentése felpörgette a piacot is, hiszen egy újabb lakásfejlesztési hullám indult el, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy az építkezések közül a családi házak, ikerházak és a kisebb társasházak építését még be lehet fejezni 2020-ig. Viszont ez csak a már elkezdett építkezéseket érinti. Az építőipari piac szereplői elgondolkodnak és el is kell gondolkodjanak azon, hogy a megkezdett projekteknél azt tapasztalható, hogy a gyorsítás szándéka észlelhető, a meg se kezdetteknél pedig magam is azt tanácsolom, hogy aki nagyon gyengén áll egy projekt indítással, az inkább ne fogjon már bele. Mondom én, mert akinek telke sincs, az végképp ne, de akinek telke van és még terve nincs, annak is hónapjai tartanak, vagy hónapokkal áll még azelőtt, hogy a kivitelező is megszülessen, hiszen a tervek is egy-két hónap alatt tudnak elkészülni, kivitelező kiválasztása megint csak egy-két hónapokat igényel. Ugyan visszatért az építőipar a jelentős bővüléshez, ami a következő másfél évben még fokozódhat is. Ezt követően viszont jelentős lassulásra lehet számítani a lakásépítéseknél, mivel a kedvezményes áfakulcs 2019 utáni megszűnése jelentős érvágás lesz, és már jelenleg is csökkenést mutatnak az építési engedélyek számai. Vég József úgy véli, az áfa csökkentés a kormány valamilyen módon kompenzálja majd, mint mondta, ezt mutatja a már csak tervezett bővítése is. Valamilyen szintű kompenzációra készül az állam és a kormány a csokot illetően. Annyit már látunk, hogy az 5000 fős lélekszám alatti vidéki vagy egyáltalán kis településeken történő hát életszínvonal, életminőség javítását és az ottani megmaradást célzó szándékkal ott kiemelt csok kedvezményekre számíthatnak az itt élők az ottani építkezések ösztönzése céljából. Azt még nem látjuk, hogy a nagyobb településeket miként fogja érinteni a csok változása. Jelenleg viszont minden beruházó a meglévő építkezések befejezésére koncentrál. Az egyik vezető ingatlanpiaci szakportál úgy látja, ha a jelenlegi kedvezményes 5%-os áfa szabályozást érintő bizonytalanság megszűnik, további beruházások indulhatnak. Mint írják, várhatóan a kivitelezői árak racionalizálódnak majd, és a kereslethez is jobban illeszkedő piaci helyzet alakulhat ki. Szerintük emiatt 2020-ban várhatóan kevesebb új lakást adnak át, mint 2019-ben, de a legnépszerűbb régiókban 2021-től ismét növekvő pályára kerülhetnek a lakásépítések.